menni kéne. Hát ezért üttetek! Hogy elmenjetek! De hát már mindenki elment! Hol? Ki? Hát most várják a tarkaborgyút! Polika, micsoda a dolog ez? Maga nem is marasztalja a vendégeket? Ketten esszük meg a kisbornyút. Miféle kisbornyút? Hát a kisbornyút! A tarkát! Ott szalad az udvaron! Hát nem vágták le. De nem ám. De hát én megparancsoltam. Csak hogy én meg leparancsoltam. Hát hol vagyunk? Hát ilyen állapotok vannak itt. Hát csak ennyi az én szavam. Fütyülök a szavára. De hát csak megparancsoltam. Csak hogy én meg azt parancsoltam. Én megparancsoltam. Ha ki az úrra használ? Itt ne bőgjön. Ha részeg, akkor meg menjen a kocsmába! Kocsmába? Azt mondod, Polika, hogy a kocsmába? Zsani! Drága Zsani néni! Mi történt? Ott hagytam az uramat! Állj! Mentsen meg, Zsani nénikém! Megállj! De? Fordulj vissza! Zsani néni! Itt nincs éjjeli szállás olyan asszonynak, aki az urát ott hagyta. Válok az uramtól! Válni! Ilyen ajándékot adni akarsz férfiaknak! Ellenkezőleg! Össze kell törni őket! Válni! Hát nem buta, hát ki sem szabad mondani ezt a szót, hogy válni! Papucs alá törni őket! De válni! Jaj, nem ég a pipád, Lajos! 20 év óta nem gyújtottak itt pipára! Én olyan boldog vagyok! Na, gyújtsok! Hát rá, gyújtok! De ez se jelent semmit! Hát te elfogadod azt, ami történik? Mert akkor te is egy hullon pendülsz vele! Hogy én ne? A pendülős Isten teremtette nyavaja! Hát azt mondtam, hogy menjenek aztán, béküljenek meg egymás mellett, és ebben a faluban végre csend legyen, mint a temetőben! Na! Tudod, Lajos, mikor megújul a találkoztó, 22 évben ezelőtt, azt mondtad, hogy átmerem lépni a küszöböd, hát rámerezted a harapós kutyát. Jó, hát az csak szó volt. Sose volt kutyán. Tudom, de gyár fogok lenni. Fogjanak, jó van ma, Jenszi, hagyjuk ma abban.